Következő oldal. Élelmiszer, egészségügy, pénzügy, ipar, jogrend, kormányzat, közbiztonság, védelem. És nézzük végig ezt a 43 területet, amit felsorolt ez a 2008-as magyar kormány határozat, ami ezeknek az infrastruktúráknak a körét hatalmazza. Nem nagyon találunk olyat, amiben ne lenne valami informatika. Sajnos informatika függőek vagyunk. Amikor egy áramszolgáltató munkatársával beszélgettem, barátommal beszélgettem erről a témáról, és megkérdeztem, hogy tudnátok-e működni informatika nélkül. Akkor azt mondta, hogy hát persze, mert hát még megvannak az öreg szakik, akik még tudják, hogy mit hogyan kell átkapcsolni. Persze, megvannak az öreg szakik, de ágy meddig? Hát kettő. Amíg az energetika, az energia átvitel ugye úgy működik, hogy összekapcsolt rendszerek vannak. Nem úgy működik, hogy itt vagyunk egy darab paksal, és akkor az majd jól ellát mindenkit. Nem, adunk, veszünk áramot, külföldről jön, azt irányítani kell. Maguk az erőművek is ugye nagyon komoly informatikai rendszerekkel mennek, ahogy azt majd a későbbiekben bemutatom. Nem, áram sem lesz informatika nélkül. Sajnos informatika függőek vagyunk. Na remélem ezt eleget hangsúlyoztam már, és mindenki elhitte. Még egy definíció, ugye mit indítunk akkor, amikor ezeket az informatikai rendszereket támadjuk. Ezt nevezi a köznyelv információs hadviselésnek, államok közötti információs tevékenységet, hadviselést értünk ez alatt. Általában a média ilyen néven szokta illetni ezt a hadviselést. De a katonai szaknyelv, a katonai szleng ezt információs műveleteknek nevezi, és ezért is beszélek ebben az előadásban ilyen komplexebb dolgokról, hiszen nem csak a hacker támadások, meg az ilyen balgasságok tartoznak ebbe a körbe, hanem ugye a pszichológiai hadviselés, az elektronikai hadviselés, a számítógép hálózati műveletek, ami a klasszikus hacker tevékenységet jelenti, a megtévesztés, ami nagyon fontos tud lenni, illetve ugye a műveleti biztonság. Ezek mind alkotják az információs műveleteket, amikor nem valamiféle olyan jött-ment terrorista jellegű cselekményre kell gondolni, hanem komoly, igazi államok közötti konfliktusra. És hogy mikor is találkoztunk ezzel először? Először Észtország szembesült azzal, hogy milyen az, amikor úgy a országot működtető informatikai rendszereket úgy levágják hirtelen. Egész pontosan 2007. április 27-én érte külső informatikai támadás Észtországot. A kiváltók az volt, hogy az észt fővárosban volt egy szovjet hősi emlékmű, amit a belváros közepéről ki akartak vinni a belváros szélére, a katonai temetőbe. Ismerős a történet? Szabadságtér? És környéke? És annak az eltávolítása? Mi volt erre a válasz? Na ott nem nagyon cicóztak, fogták az emlékművet, süttye elvitték a temetőbe. Eredmény? Gyakorlatilag másnap elindult egy összehangolt informatikai támadás Észtország ellen. Ez a bizonyos DDoS jellegű támadás, Distributed Denial of Service, tehát elosztott túltereléses támadás, ami gyakorlatilag semmi másból nem állt, mint bizonyos jó kiválasztott célpontokat, hihetetlen hálózati forgalmat generáltak, hogy azt ne lehessen elérni. Kik voltak a célpontok? Ez ugye egy politikai jellegű támadás volt, tehát az észt parlament, a bankok, hogy azért ugye az állampolgárok is megérezzék azt, hogy valami van, minisztériumok, újságok és elektronikus hírközlő szervek voltak az elsődleges célpontok. Miért? Azért, mert a támadó azt szerette volna, hogy mindenki lássa, hogy mindenki tudja azt, hogy mi az ellenérdekelt félnek, konkrétan bizonyos orosz köröknek a véleménye erről az emlékmű eltávolításról. Ugye viszonylag hamar azért leesett a buszfilér azzal kapcsolatban, hogy ez valószínűleg Oroszországból jött. Nyilván a hivatalos orosz állami szervek ezt nem ismerték el, soha nem is fogják elismerni, de néhány évvel később, 2009-ben egy orosz hazafias csoport, egy ilyen ifjúsági csoport, aki viszonylag eléggé nagyon közel áll a Kremlhöz, ők mondták, hogy hát igen, ők voltak e mögött a támadás mögött. Nagyon sokat egyébként azóta sem lehetett megtudni, ugye nyilván a sajtóból dolgozunk mi is, vagy a sajtót látjuk, illetve hát hallunk egyéb füleseket is a kollégáktól. Nagy biztonsággal azt lehet mondani, hogy néhány nacionalista fiatal valahonnan szerzett pénzből, mely pénznek a forrása nem annyira triviális, vagy nem annyira könnyen felderíthető, vásárolt néhány botnetet, ugye botnet, ugye azok a hálózatok, amik mindannyiunk megfertőzött számítógépeiből állnak össze az interneten, és ezek egységes erőforrásként használtak egy ilyen támadásban. Ezeket a botneteket megvették, és ráállították a megfelelő célpontokra. Nem volt drága, néhány tízezer dollár. És valószínűleg azért hagyták abba, mert elfogyott a pénzük.
De gondoljunk csak bele, néhány tízezer dollárra körülbelül egy héti káosz lehetett okozni egy országban. És gondoljunk csak bele, hogy Észtország, bár ugye eléggé informatizált ország, úgymond, nagyon elől áll Európában és az informatikában, de 2007-ben azért, tehát 3 évvel ezelőttről beszélünk, már akkor is egy nagyobb országban, például az USA-ban, igen komoly károkat lehetett volna, sokkal nagyobb károkat lehetett volna okozni. Észtország kis ország volt. Egy nagyobb országban lényegesen nagyobb károkat lehetett volna okozni. Ezt a témát egyébként dr. Mua Lajos dolgozta föl 2007-es Hackvity előadásban, ez elérhető az interneten, akit esetleg részletesebben érdekel. Ez tehát úgymond egyfajta államilag motivált, valószínűleg államilag motivált, de nem államok közötti konfliktus volt. Viszont 2008. augusztusában, miközben ugye mindenki a pekingi olimpiát nézte, eközben volt egy kis csetepaté Grúzia és Oroszország között ott Dél-Oszétia miatt. Ez egy klasszikus államok közötti konfliktus volt. Eredmény az informatikai hadviselés, vagy információs hadviselés minden eszköztárát mind a két fél bevetette. Tehát miközben ugye a médiában azt láthattuk, hogy tankokkal lövik egymást, és Grúzia viszonylag hamar befejezi ezt a cselekményt, mert látták, hogy ez esélytelen. Eközben kevésbé látható módon, de az internet felhasználásával is igen komoly harci cselekmények mentek. Mindezt úgy, hogy ugye sem Grúzia, sem pedig arányaiban Oroszország azért nem tekinthető a kimondott informatikai nagyhatalomnak. Ez egész úgy kezdődött, hogy a grúz kormány nyilván elérhetetlené tette az orosz hírforrásokat befelé, tehát az ország felé, hogy a megfelelő egyoldalú tájékoztatást adhassa saját állampolgáinak. Figyelem, ez ugye egyfajta kommunikációs művelet, hogy elzárjam a másik fél információitól a saját állampolgáraimat. Aztán erre válaszol, ugye az oroszok is elzárták a Grúziából kijövő minden információt, ami azért nem volt túlságosan nehéz, mert gyakorlatilag a kommunikációs, telekommunikációs vonalak Grúziából Oroszországon keresztül mentek kifele. Tehát így viszonylag hatékonyan el lehet azért zárni mindent. Ekkor volt az, hogy gyakorlatilag hát ilyen műholdon keresztül próbáltak valami tudósítók ilyen, nem is Skype volt, ilyen mobiltelefon kamerával fölvett képeket átadni, de gyakorlatilag ez egy olyan csapás volt, hogy Grúzia sok napig, több napig a saját álláspontját nem tudta megfelelően képviselni a külvilág felé. Na aztán elkezdődött a hacker csetapaté, a gyakorlatilag mindenki mindenki ellen, ugye grúz, orosz, délosét, és érdekes módon azeri weboldalak is áldozatul estek ennek a hackeléses történetnek, tehát itt feltehetőleg nem lehet pontosan tudni, hogy mennyire volt államilag motivált a dolog, nyilván eléggé, de itt azért belejátszik az is, hogy megfelelő tudásra rendelkező emberkék saját nekibuzdulásból álltak neki másik oldalak weboldalait faragni. Részletesen ugye a Wikipédiából lehet tájékozódni erről a konfliktusról, ahol egyébként ez is le van írva, ez az egész történet. Ez volt tehát az országok közötti konfliktus. Aztán a legklasszikusabb, ugye a kémkedés. Államok közötti kémkedés. Amikor Kínáról beszélünk ezen a területen, akkor minden a gyaníthatóan és feltehetőleg, de egyáltalán nem biztosan. Tehát ott akkora ködösítés tud menni abban az országban, hogy bizonyíthatóan úgysem fogjuk tudni sohasem kimondani, hogy tényleg ők voltak, vagy pedig az amerikai kormányszervek próbálják rákenni a kínaiakra, vagy hogy mi történt. Tehát ez a feltételezés kategória. 2003-ban indult az USA megfelelő szervei ellen egy ilyen adatlopásos támadás sorozat, ezt Titan Ray-nek hívták. Ez volt gyakorlatilag az első olyan informatikai eszközökkel végrehajtott támadás, aminek az volt a célja, hogy adatokat lopjanak, és nyilvánosságra került, méghozzá elég mély elemzéssel. 2009. áprilisában viszont egy olyan érdekes hír jelent meg, amitől azért eléggé mélyen érintett mindenkit, aki ezzel a témával foglalkozik. Ugyanis az amerikaiak akkor ismerték be, hogy valószínűleg kínai körök hozzájutottak ehhez a Joint Strike Fighter nevű új generációs vadászgépnek a különböző terveihez, melyek ugye elvileg a lehető legbiztonságosabb, vagy a leginkább über nemzetbiztonsági kategóriába esne. Hogyan? Ott volt a tervezőcég, a tervezőcég informatikai eszközei messze nem voltak annyira védettek, mint kellett volna lenni, kis kínai behekkelt,
és kiszedte ezeket az információkat. Ezt a megfelelő kormányszervnek a megfelelő emberké, akinek a nevére nem emlékszem, de föl lehet az interneten, csak úgy kommentál,